Március 31-én sajtótájékoztatót tartott Újvár Imre polgármester, mint a Tiszafüredi Kistérség többcélú társulás elnöke. A tájékoztatóra a főút 61 szám alatt található épület mellett került sor, ahol már megkezdődött a felújítás. Az Ifjúsági és Közösségi Ház európai uniós és önkormányzati finanszírozásban valósul meg. Előzményként szeretném elmondani, hogy a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tiszafüred településen, Tiszafüred város és a járás kisebb településein lát el szociális szolgáltató tevékenységet már évek óta, és a mindennapi munkája mellett igyekszik pályázatokkal is elősegíteni a járás településein élő hátrányos helyzetű családoknak a helyzetét. Ennek megfelelően és ennek a pályázatnak az előzményeként néhány évvel ezelőtt már elkezdődött az FOP 142 kódszámot viselő ideális ajándékba, ideális jövő ajándékba tőlünk neked elnevezésű pályázatnak a megvalósítása. Ez azért is fontos kiemelni, mert erre a néhány évvel ezelőtt elkezdődött pályázatra épül a most, a mai napi sajtótájékoztatón bemutatásra kerülő FOP 212 gyerekesé programok infrastruktúrális háttere címet viselő pályázat. Az előbb említett ideális jövő ajándékba tőlünk neked elnevezésű pályázat keretében közel 400 millió forintot nyert a társulásunk Tiszafüred város és a járás településein élő hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi megsegítésére. Ennek a pályázatnak a megvalósítása már a befejezéshez közeledik, és ennek köszönhetően az elmúlt években a járáson belül működő szociális, kulturális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézmények közötti együttműködés jelentősen javult, valamint főleg a kisebb településeken olyan szakemberek hiányát sikerült pótolnunk, olyan szakembereket sikerült alkalmaznunk ebben a pályázatban, amely különböző tanácsadással segíti ezeknek a családoknak az életét és a családsegítő szolgálat szakembereinek a munkáját. Most elérkezett az idő ahhoz, hogy ezeknek a szakembereknek a munkáját, valamint a hátrányos helyzetű családok és gyermekeknek a megsegítését infrastruktúrális háttérfejlesztésével is előre mozdítsuk. Ezt a célt szolgálja ennek az Ifjúsági és Közösségi Háznak a létrehozása. Ahogy említettem, maga a fejlesztés, a kivitelezés egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg, amely Tiszafüred város önkormányzatának a tulajdonában van, de ugyanakkor maga a megvalósítás eredményeképpen nem csak Tiszafüred város, hanem a járási települések is haszonélvezői lesznek ennek a fejlesztésnek. Amit még tudni kell, hogy az FOP 212 pályázat keretében 70 millió forintot nyert a társulás, tehát az előbb említett FOP pályázattal együtt ez már 470 millió forint összességében itt a tiszafüredi járás településein lévő humán szolgáltatók fejlesztésére, amely összeget fordítani tudtunk az elmúlt években, és fordítani fogunk itt még a következő egy-két évben. Ezen az EFO pályázaton belül azonban nem csak az Ifjúsági és Közösségi Ház felújítására, illetve ennek a céljára kijelölt ingatlan felújítása valósul meg, hanem ennek keretében beszerzésre került egy 9 személyes Ford Transit gépjármű, amely a kapcsolattartást, illetve a személyszállítást tudja megkönnyíteni a járás települései között, illetve ebben a 70 millió forintban kerül berendezésre, illetve beszerzésre az a sok eszköz, amellyel be fogjuk rendezni a mögöttem látható ingatlant. De akkor ismertetném most, hogy milyen célt is fog szolgálni az Ifjúsági és Közösségi Ház. Ugye, ahogy említettem, nem csak Tiszafüred, hanem a járáshoz tartozó települések gyermekes családjainak is igénybe vehető lesz ez a szolgáltatás. Ami a helyszín kiválasztását indokolta, hogy központi fekvésű, tehát egyrészt közel van a családsegítő szolgálat központi irodájához itt a Kossuth téren, hiszen alig 100 méterre található, ezen kívül itt a téren, a Kossuth téren található több oktatási intézmény, ezen kívül a tömegközlekedést, illetve magát a ingatlan megközelítését megkönnyítő buszmegállók, illetve ide nem messze található a vasútállomás is. Tehát az volt a célunk, hogy olyan helyszínt válasszunk, amely nem csak a városban élő fiatalok, hanem a járási településekről beérkező, illetve az ott élő fiatalok számára is könnyen megközelíthető. Így esett tehát erre a önkormányzati ingatlanra a választás, amelyet, ahogy már említettem is, látható az állapotán, hogy nagyon ráfér a felújítás. Maga
az ingatlan nagysága is lehetővé teszi, hogy itt egyszerre az épületen belül több szolgáltatás működjön, több ember tudjon kiszolgálni. Tehát itt a ifjúsági és közösségi házon belül gyakorlatilag, ha így egy rövid kifejezésben kellene bemutatni, egy nyitott háztartásként fog működni, hiszen ahogy említettem, itt elsősorban a hátrányos helyzetű családok és gyermekek esélyeit és lehetőségeit kívánjuk javítani, ezért minden olyan gyermek és család számára, akiknek szükség van adott esetben tanácsadásra, pedagógusokkal fogadóórát tartani, vagy szakemberekkel konzultálni, arra ebben az épületben lehetőség lesz. De nem csak az a célunk, hogy a családoknak a szakmai segítségen keresztül, az életvezetési tanácsadáson keresztül javítsuk a társadalmi beilleszkedési esélyeit, hanem szeretnénk a családoknak a kikapcsolódási lehetőségeit is szélesíteni. Ennek megfelelően ez az ifjúsági és közösségi ház nem csak szakmai intézményként fog működni, hanem kvázi egy közösségi házként, amely látható nagy udvarral rendelkezik, és az eszközbeszerzés keretében itt udvari játszótéri eszközök, valamint akár kerti kikapcsolódáshoz, kerti sütégetéshoz alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek, tehát a fiatalok kisebb csoportokban itt a kapcsolattartási esélyeiket tudják javítani, ki tudnak kapcsolódni, valamint az épületen belül internetezési lehetőség lesz, hiszen IT-pont kerül kialakításra, tisztálkodási lehetőség, főzési lehetőség, és akár még mosási lehetőség is nyitva áll azoknak a családoknak a számára, akik ezt igénybe kívánják venni. Tehát, ahogy említettem, ezeknek a szolgáltatásoknak az ellátásához, illetve működtetéséhez megfelelő eszközök fognak beszerzésre kerülni. A számítógép mellett bútorok, tárgyi eszközök, ezen kívül több olyan játék, akár pingpongasztal, csocsó, társasjáték, könyvek, amelyek szintén a fiatalok szabadidő eltöltését, igényes és tartalmas szabadidő eltöltését fogják tudni segíteni. Hát mindenképpen az a célunk, hogy itt Tiszafüreden is, valamint a járás településein, hiszen Tiszafüred járási központként közigazgatási központot is betölt, ezért mindenképpen az a célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevő családok és fiatalok esélyeit, társadalmi beilleszkedését előre mozdítsuk, és ezen kívül természetesen ez az ifjúsági és közösségi ház nyitva fog állni minden fiatal számára, aki szeretné az iskola időn kívül hasznosan eltölteni a szabad idejét, illetve amíg a buszra vár vagy a vonatra, addig ide bejöhet és eltöltheti az időt, házi feladatot tud csinálni, nyomtatni, tehát minden olyan egyéb dolgot, amire esetleg otthon nincs meg a megfelelő technikai eszköze. Röviden és tömören ennyivel szerettük volna összefoglalni itt a mögöttem látható fejlesztésnek a lényegét. Amit még talán fontos elmondani, hogy még tavaly novemberben zárult le az a közbeszerzés, amelynek eredményeképpen egy sikeres kivitelezői ajánlatkérés és árajánlat lebonyolítás történt, és itt a kivitelező cég a Kökény és Társak Kft. Lett. Maga a kivitelezés összköltsége bruttó 57 millió forint, ugye ezen felül áll még rendelkezésre kb. 10-15 millió forint majd eszközbeszerzésre, és itt még talán fontos kiemelni, hogy a bruttó 57 millió forintos kivitelezői összköltségből 18 millió forintot önerőként Tiszafüred város önkormányzata fog állni, hiszen az elnyert pályázati összeg és a kivitelezői ajánlat az ajánlat között lényegesen magasabb volt a különbség, tehát kevesebb volt a rendelkezésre álló pályázati forrás, mint a ajánlatkérés során megadott ajánlatok, úgyhogy itt az önkormányzatunk szerette volna ezzel az önerővel is segíteni a fejlesztésnek a megvalósítását. Köszönöm szépen a érdeklődést!